Megérkeztük ide a templomba, az Isten házába, kulcsoljuk is össze a kezünket egy imádságra. Azt az imádságot mondjuk el, amit az óviba is minden ovisítan előtt elmondunk. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje, növelje hitünket. Amen. Bizonyára ti is nagyon szeretitek a könyveket, és mindig izgatottan nyitjátok ki, hogy mi is van az első oldalon. Sokan az utolsót is meg szokták kukucskálni, hogy mi a történet vége, de az eleje egy könyvnek mindig izgalmas. Képzeljétek el, van egy nagyon izgalmas könyv. Egy olyan könyv, amiből egyenesen Isten szól hozzánk. Az a neve, hogy Biblia. Ennek is nagyon izgalmas az első története. Az első lapja, mert arról szól, hogy Isten hogyan alkotta meg ezt a világot. Ezt a történetet hoztam most nektek, és tudom, hogy már sokan jól ismeritek, mégis szeretném, hogyha a szülők, nagyszülők is, az ők is gyermeki lelküket elővéve belepillanthatnának ebbe a történetbe, az első, legizgalmasabb lapokba. Kezdetben nem volt semmi. De semmi. De semmi, de semmi. Sokszor van az, hogy megkérdezik tőlem, mire gondolsz? Semmire. Ami persze nem igaz, mert olyan nincs, hogy ne gondolnánk valamire. De kezdetben nem volt semmi. És akkor Isten az első nap azt mondta, legyen világosság. És Isten elválasztotta a sötétséget a világosságtól. Nagyon izgalmas, hogyha becsukjuk a szemünket nappal, akkor is átszűrődik rajta egy kis világosság. Volt már velem is olyan, képzeljétek el, hogy egy barlangban lekapcsolták a villanyt, és ott tényleg teljesen sötét volt. Annyira sötét, hogy azt mondta a bácsi, az idegenvezető, hogy 10 perc után már nem emlékeznénk arra, merre van a kijárat. Annyira kézzelfogható a sötét. Ijesztő volt és félelmetes. Isten elválasztotta a sötétséget a világosságtól. Ez volt az első nap. Első nap. Második nap, Isten elválasztotta a fenti vizeket a lenti vizektől, és kifeszítette középre az égboltot. Azt mondta Isten, legyen fönt és legyen lent, és legyen az égbolt. Ha állunk egy nagyon-nagyon hatalmas nagy tó vagy tengerpart szélén, akkor ha messzire nézünk, van egy pont, amikor nem is tudjuk, hogy hol fejeződik be a víz, és hol kezdődik az ég. Isten elválasztotta a fent és a lent lévő vizeket, és kifeszítette középre az égboltot. Első nap, második nap. Harmadik nap, Isten a következőt mondta. Most akkor gyűljenek egy helyre a vizek, hogy láthatóvá váljon a száraz. És valóban így történt, egy helyre gyűltek a vizek, és Isten a vizeket elnevezte tengernek, és láthatóvá vált a szárazföld, ahol azt mondta Isten, most pedig sarjadjanak növények, kicsi füvek, nagy fák, bokrok, gyümölcsfák, amik mindegyik magot hoz, amit elszór a földbe, és az újra és újra terem. És látta Isten, hogy ez nagyon jó, tetszett neki. Első nap, második nap, harmadik nap. Negyedik nap, azt mondta Isten, kerüljenek világító égitestek az égboltra. És Isten megalkotta a napot, ami világít nappal, és a holdat, ami visszaveri éjjel a napfényét, és a csillagokat. És ezek jelzői lettek nappaloknak, éjszakáknak és ünnepeknek. Jó nekünk, amikor este kimegyünk és látjuk a teli holdat, mert akár, hogyha túrán vagyunk, még akkor sem tévedünk el. Ez volt a negyedik nap. Első nap, második nap,
harmadik nap, negyedik nap. És eljött az ötödik nap. És akkor azt mondta Isten, most pedig pezsdüljenek a vizek vízi élőlényektől. És Isten megalkotta a halakat, a medúzákat, a polipokat, a cápákat, és mindent, ami a vízben él. Képzeljétek, azt mondják a tudósok, akik már tengerbiológusként néha lekukucskálhattak egy-egy tenger mélyére, hogy fantasztikus, csodálatos világ lakik a mélyben, és olyan mélyen, ahol még a fény se szűrődik be, színes halak úszkálnak. Mert Isten gyönyörködött abban, hogy ilyen csodásat alkotott. És utána azt mondta Isten, hogy ez jó, és most repüljenek szárnyas barátaink az égbolton. És Isten megalkotta a sast, a papagájt, a pici kolibrit, a vörösbegyet, a harkályt, ami kopácsol a fán, és mindenféle tollas barátunkat, olyanokat is, amik akár a házunk közelébe élnek, kacsát, ludat, pulykát is. És látta Isten, hogy ez nagyon jó. Első nap, második nap, harmadik nap, negyedik nap, ötödik nap. Hatodik nap nagyon különleges dolog történt, mert azt mondta Isten, hogy akkor most a száraz földön pestüljenek az állatok, élőlények, legyen minden tele az élőlények nyüskésétől. És Isten megalkotta a zsiráfot, ami magasan is képes a fákról legelészni, megalkotta az oroszlánt, amelynek a bömbölése betöltötte a szavannát. Az én zsiráfom most nem akar ideállni. Ennyi, elfáradt, hosszú már ez az Isten tisztelet. Megállt. Megalkotta az oroszlánt, megalkotta a csíkos bundájú tigrist, a jeges medvét, a fekete medvét, megalkotta a messze hangzó, ormányos, trombitás elefántot, és látta Isten, hogy ez mind nagyon jó. És jött a tigris, az antilop, és tele volt állattal a föld. És a csúszómászók is megérkeztek. És látta Isten, hogy ez mind nagyon jó. Képzeljétek, Isten alkotása hihetetlenül színes volt. Színes volt a sok virágtól, színes volt mindattól, amit alkotott. Színes volt az állatok bundája, színes volt a növények virágzása, de még a szivárvány is színes időnként az égen. Olyan nagyon sok színünk van, ami csodálatos ebben a kertben. Isten megalkotta ezt a kertet, és körbevette az ő szeretetével. Tele volt állatokkal. És akkor Isten azt mondta, embert alkotok. És Isten a föld porából megalkotta az embert, és az élet leheletét lehelte bele. És beállította a színes kert közepébe. És az ember jól érezte magát, és szerette ezt a világot. De volt egy pici gondja. Nem tudta kinek elmondani, hogy milyen szép a vízesés, hogy milyen az oroszlán bundájának simítása. És az Úristen látta ezt. És azt mondta, nem jó az embernek egyedül lenni. És akkor mély álmot bocsátott az emberre. Kivette egy bordáját, és társat alkotott neki. És amikor az ember felébredt, akkor már nem volt többet egyedül. Mert az ember az nem más, mint férfi és nő együtt. Isten alkotott neki segítőtársat, és nagyon érdekes, nem a férfi talpából, hogy eltapossa az asszonyt, és hogy csúnyán beszéljen vele, hogy megalázza, eltiporja. Nem is a fejéből alkotta, hogy az asszony okoskodjon és tudálékoskodjon a férfi mellett, hanem az oldalából, a bordájából, mert egyenrangú társává tette őt. A férfi nagyon megszerette a nőt, és nagyon boldogok voltak ebben a nagyon szép, sokszínű kertben, és örültek az állatoknak, és Isten szeretete körbevette őket.
Három üzenetét szeretném ennek a mai történetünknek elmondani. Az egyik, hogy Isten alkotása ez a föld. Ajándékba készült, rend van benne, és amikor megalkott téged az Isten, akkor abból nincs még egy ezen a világon. Leúszhatsz a legmélyebb tenger fenekére, fölmehetsz a legmagasabb hegy, legmagasabb pontjára. Sehol nem fogsz még egy olyan embert találni, mint amilyen te vagy. Mert az Isten téged szeretetéből egyedivé alkotott. Fontos vagy neki. A második nagyon fontos üzenete ennek a történetnek, hogy Isten szeretete irányítja ezt a világot. De nekünk szabad döntésünk van, hogy Isten szeretetébe kapaszkodunk-e, vagy enélkül akarunk élni. Mert az Isten nem erőszakolja akaratát az embernek. Ajándékozta neki ezt a földet, mindazt, ami benne van, de nem mondja azt, hogy mi a kötelező, és mi az, amit nem szabad, mert ezt az emberre bízza. De adott hozzá bölcsességet is, és kereső szívet is. És ami legfontosabb, hogy társául adott minket egymásnak. Nem jó az embernek egyedül lenni. Amikor mi így találkozunk és együtt vagyunk, átélhetjük annak az örömét, hogy megoszthatjuk egymással a bánatunkat, az örömünket, és ez milyen jó. Nem vagyunk egyedül. Társául adott minket ebben a gyülekezetben is, ebben az óvodában, iskolában egymásnak. És a harmadik nagyon-nagyon fontos üzenet, és ezt vigyük el a mi kis szívünkbe hazafele, ez melegítse át a hétköznapjainkat, hogy az Istennel is szeretett kapcsolatban lehetünk. Amikor mellette döntünk, akkor az Isten egyengeti a mi útunkat. Nem biztos, hogy könnyebb lesz, nem biztos, hogy nehézségtől mentes lesz az élet, de tudhatjuk, hogy nem vagyunk egyedül, mert az Isten szeretete az vezet bennünket. Szeretnék egy Zsoltár verset felolvasni ebből a nagyon izgalmas könyvből, ebből a Bibliából, méghozzá a 73. Zsoltár 28. versét. Azt mondja a Zsoltáros, nekem olyan jó Isten közelsége. Azt kívánom, hogy mindannyian ezt tapasztaljuk meg. Isten közelsége az jó, mert szabadságot ad, mert szeretettel vezet, és mert társakkal vesz bennünket körül. Adja meg az Úristen, hogy ebben a teremtett világban megtaláljuk a helyünket, meglássuk az egyediségünket, azt, hogy szeretetből alkotott bennünket, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy mindezt a vele való kapcsolatban ajándékul kaptuk. Ezért imádkozzunk most. Drága Úrunk, Istenünk, tele van a szívünk hálával, örömmel, köszönettel azért, mert Te megalkottad ezt a földet, és benne megalkottál minket is. Köszönjük, hogy egészen kicsi gyermekként már nyitogathatjuk a szívünket feléd. Köszönjük, hogy üzeneted van számunkra. Köszönjük, hogy szeretetedből elénk adod ezeket az üzeneteket, és meghallhatjuk, megérthetjük, és ez szerint élhetünk. Urunk Istenünk, köszönjük ezeket a családokat, köszönjük ezeket a gyermekeket, akik jó helyre érkeztek. Urunk, add, hogy szeretettel és türelemmel nevelgessük a ránk bízott kincseket. Urunk Istenünk, imádkozunk azokért, akik nehézségben vannak, akik szomorúságot, gyászt, betegséget hordoznak. Hisszük, hogy Te vagy a vigasztaló, aki az ember mellé állsz, és a legnehezebb percekben is ott vagy, erőt és békességet adsz, letörlöd a könnyeket, ha kell. Köszönjük vezetésed, köszönjük intézményeinket, köszönjük ennek a gyülekezetnek minden tagját, és köszönjük, Urunk, hogy olykor-olykor elővehetjük gyermeki lelkünket, gyermeki énünket, és rácsodálkozhatunk a Te teremtett világodra. Amen.